Sziasztok! Ma nem más, mint egy Lenovo laptopot fogok kibontani, ami természetesen nem az enyém, én csak kölcsönbe kaptam, hogy mutassam be. Úgyhogy, hát akkor nézzük is meg, ne húzzuk az időt. Egy sima kartondobozban van benn. Mit láttunk rajta? AMD logót igazából. Semmi extra. Úgyhogy magával a dobozával annyival nem is érdemes foglalkozni. Na, akkor nézzük, hogy hol lehet ezt kibontani. Azt mondja, hogy talán itt lehet, hát ja, ott kéne. Igen. Ja, hát ez már. Jó. Ennyi, elvileg ennyi. Jaj. Jaj, ezt ki kell húzni. Jaj. De szeretjük az ilyen dobozokat kinyitni, aminek három füle van. Három füle van, mégse helikopter. Jaj. Na mi van már? Ja, tehát nem úgy van, hogy csak kinyitom. Azt nézzük, mi van itt. Ez kérlek szépen az aksi. Nem valami nagy aksia van. Mintha elemek lennének benne. Hát ez... tényleg nem nagy szám. Mindegy. Aztán mit kapunk még? Itt a... Mindig edül ez a hülye doboz. Ez a... tápkábel, ilyen csatlakozó bőd meg. Ez a sztár csatlakozó. Na ezt így kigobozzuk. Hamarosan rengeteg ilyen unboxing lesz majd. Olyan dolgokról, amik nem az enyémek. De ezt már írtam a blogomban is. Na, akkor itt van benne. Jó, gyere már ki. Ez meg maga a táp. Bele a laptopba. Az összekötődés egy ilyen tépőzáros valamivel van megoldva, ez jó dolog. Tehát nem kell mindig külön össze drótozni, vagy gumizni. Vagy ha szállításra kerül a sor. Na és ott már látni a laptopot. Ami egy ilyen valami fel van védve, meg ilyennel. És akkor így már ki is lehet venni elvileg. Vagy nem, mert ez csomó ilyen papír. Na, tehát így van, hogy hogyan kell életre kelteni. Aha, jó. Nem érdekel, ez szintén nem érdekel minket. Izrael, jó van, ez se érdekel. Na, itt van a driver CD. Jó. 64 bit. Hát ez van, most látom. Ez 8.1. Így kell kivenni belőle. Jó, ez nem kell. Na hát, ilyen kis pici az egész. Ez egy 15-szoros laptop amúgy. 15-ös. Na. Íme. Dombornyomott felirat. Felülete elég jó tapintású. Nézzük itt az alja. Ilyen kis gumírozott talpak, ne csúszkáljon. Na, nézzük, hogyan kell rátenni ezt a dolgot. Azt mondja, hogy úgy kell lezárni, azt nézem, hogy ott a lezárás. Tehát, hogy nagyon... Aha, na elvileg ezt ide belakom, vagy nagyon várjunk. Mindjárt megoldom. Lehet, hogy mégiscsak meg kell néznem a leírását. Nem vagyok nagy laptop összeszerülő bajnok. Na jó van, akkor nézzünk egy leírást. Nem szeretném másnak a cuccát tönkretenni. Na, tehát úgy itt van, hogy helyezze be az akkumulátort, tehát nem valami nagy a leírás. Na jó. Tehát akkor úgy kell oda
becsúsztatni és ráhajtani. Jól van. Akkor becsúsztatjuk így. Tehát így. És akkor ráhajtjuk. Ennyi. Úgy néz ki, hogy ennyi. Igen, tehát ennyi. Jó, azért mondom, a leírás az néha sokat segít. Oké. Na, akkor nézzünk először csatlakozókat. Itt egy, nem tudom milyen csatlakozó, volt töltő, lehet a fene tudja, a végig a csatlakozó. Ó, ilyen csatlakozót de régen láttam, gyerekek, azt a rohadt. Na, itt van itt mindenféle jó csatlakozó, USB, USB 3, HDMI, ez a LAN kábelnek a, aha, csak így érdekesen van megoldva. Másik oldalon van a DVD író, ugye, ja, a DVD író, itt is egy USB, meg mi lehet ez, kártyaolvasó, meg a fülhallgató kimenet, aztán kb. Ennyi. Na, nyissuk ki. Van itt egy ilyen kis takarószerűség, és akkor itt van maga a laptop. Na nézzük, hogy mit írnak róla. Slim kivitel, és tényleg eléggé lapos. Van egy recovery, aha, tehát keyboard, USB 3. Hát... és AMD A6-os proci van benn. Na hát, ilyen. De fóliát nem veszem le róla most, mert ez felesleges, ugye nem saját célra van. Na de kapcsoljuk be, hogy egyáltalán indul-e. Aha, elindul. Hát így nem fogunk sokat látni. FreeDOS, Enter New Datum. Tehát igen, FreeDOS van rajta egyelőre. Ami nem baj, biztató. FreeDOS 123. Hú, de régen láttam ilyet. Azt mondja, adja meg a hónapot, napot, meg az évet. És mit adja meg? Jó. Hát beírom, hogy 10, és akkor az ott nem 10, hanem ez a 10, ugye? Jaj. 10, 18, 2, 18, ja, kell kötőjel is, mi? 10, 10, nem ez a kötőjel, ez a kötőjel, nem. Na jó, én nem tudom, hogyan van beállítva ez a billentyűzet, minden ugye érdekes. Na jó, már ezt majd később beállítom, amúgy úgyis ráteszek egy Windows, aztán megnézzük ott is, hogy mit tud. Windows 8-at fogok rátenni. Úgy döntöttem, mert a driverek is Windows 8-hoz vannak, úgyhogy ebben nem hülyéskerek. Nem rakok rá nagyobbat vagy kisebbet. Na. Hát ennyi lenne. Egyelőre teszünk rá egy Windows-t, azt megnézzük, hogy mit tud. Meg megpróbálom úgy, hogy látni is lehessen valamit a képernyőből. Na, sikeresen feltelepítettem rá a Windows 8-at. Akkor kapcsoljuk is be. Addig elmondom, hogy milyen specifikációi vannak, mert ugye az nem maradhat ki egy ilyen videóból. Nos, a proci az egy AMD A6 6310 1,8 GHz-es proci. Ez 4 magos, ugye? Azt hiszem, ja. 4 giga memória van benne, 500 gigás sima vinyó, hát az elegendő, végül is nem játékra kell. Van benne LAN kártya, DVD író, 15,6-os HD LED kijelző, és 4 cellás aksi. Na. Ennyi a zsírúj Windows betöltés ideje HDD-ről.
Hát, ahhoz képest elég gyors. Úgyhogy a sebességgel nincsen gond. Valamúgy beépített kamera is. Ott látni. Valamennyire látni. Mikrofon is beépített, tehát... Így használtam, ugye telepítettem minden. Annyira nem hangos, tehát ugye azért felpörgött telepítés közben. Lehet hallani, hogy működik, de nem vészes, tehát... Engem például egyáltalán nem zavart. Most mit lehet még elmondani igazából egy ilyen laptop unboxingról, ami végülis egy office laptopnak is mondhatjuk, multimédiásnak. Tehát játékra nem használnám én például, tehát nem ajánlanám játékra soha, ez ilyen árkategóriában van. Mivel nem az én laptopom, ezért az árát is meg tudom mondani, ez 100.000 forintos laptop amúgy. És igazából azt mondom, hogy ennyiért teljesen jó. És feltettem rá a Classic Start menüt. Tehát Windows 8 van rajta, de Classic Start menüvel, úgyhogy... Nézzük meg egy böngésző indítás. Most Wi-Fi-re nincs rácsatlakozva. Milyen furcsa, hogy ennyit kell várni, nem az SSD-nél ugye annyi, hogy rányomok, meg már be is jött az ablak. Hát igen, azért van különbség. Na és akkor ennyi az idő, mire bejön. Szerintem ez nem egy rossz. De játszunk T-Rex-eset ott. Na mindegy. Én azt mondom, hogy jó kis laptop ez. Nem tudom a pontos nevét, majd a videó címében benne lesz, hogy milyennek a... Azt mondja, Lenovo G50 kötőjel 45 Model 80E3. Elvileg ez a neve, de majd megnézem rendesen, azt a videó címében úgyis benne lesz. Na. Akkor ennyi lenne. Gomb előtt. Akkor kilépünk. Leállítás. És ennyi. Na, hamarosan még lesznek unboxing videók. Nem tudom, mikor érkeznek a cuccok. Ugye mondtam, hogy lesz majd két támogatóm is, aki elküld laptopokat és alaplapokat. Azokat fogom majd tesztelgetni. Nem titok, hogy mik lesznek az unboxing videók, csak maguk az, hogy mégis. Tehát a márka az egyre titok. De az már tudni, hogy alaplap és laptop lesz. Tehát ez 100%. Azt nem tudom, mikor majd jönnek. És akkor hetente lesz. Több jön egyszerre, és akkor hetente rakok majd fel bele videót. Most egy laptopnál itt nem igen tudok mást már megmutatni, mit lehet megmutatni rajta. Megnéztük a külsejét az elején. Az oldalán, hogy milyen csatlakozók vannak. Úgyhogy kb. Ennyi. Csatlakoztattam hozzá egeret is, hogy könnyebb volt azért kezelni. Simán elsőre felismerte, vitte minden, úgyhogy... Hát most én aksi élettartamot nem lehet itt csak így megnézni, hát az ahhoz kell használni azért rendesen. Nekem is volt laptopom, de nem használtam, azt eladtam a fenébe. Ezt is csak azért kaptam, hogy levideózzam és kerül vissza a tulajdonosához. Nos, köszi a figyelmet, sziasztok!